Holnap nyílik meg a Hírös Hét Fesztiválon a térségi, kertészeti és élelmiszeripari kiállítás, idén jubilál a rendezvény. Ez azt jelenti, hogy különleges programokkal is készültek a szervezők. Ebben a témában vendégem most Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára és Szentkirály polgármestere, Szabó Gellért. Üdvözlöm Önöket a stúdióban. Jó estét kívánunk! Kezdjük azzal, hogy miért is fontos ez a rendezvény a térség számára. Tulajdonképpen ez a rendezvény a térség legnagyobb seregszemléje, ahol legnagyobb lehetőségünk van arra, hogy bemutatkozzunk, és a térség 16 települése lesz jelen ezen a kiállításon, a kertészet és élelmiszeripari termékekkel, hiszen ez egy mezőgazdasági terület alapvetően, és így a terménybetakarítás előtt és közben tulajdonképpen ez egy nagyon szép terményünnep is, és bemutatjuk ezeket a szép produktumokat, amikért egész évben készültünk, dolgoztunk, és igazából ez egy hálaadás is, de közben pedig egy örömünnep, amikben mi közösen együtt ünneplünk. Van is mit ünnepelni, van előttem egy prospektus, amiben az elmúlt 24 év emlékképeit helyezték bele, ugye idén 25 éves, tehát az emlékképek azok most fognak elkészülni, és beszéljünk a kezdetekről. Azt látom, hogy a Művelődési Központban voltak, egy nagyon kis sarokban, akkor a Tükörteremben, az Ifjúsági Otthonban, tehát azért ez a 24 év, ez azért eléggé sűrű volt és változatos. Igen. Egy icipici kis teremben kezdtünk, 32 négyzetméteren, az Erdei Ferenc Művelődési Központban, akkor még így hívták, és pici kis fakja volt minden egyes településnek, és azóta hál' Istennek nagyon szépen kinőttük magunkat. 10 éven keresztül zárt térben voltunk, tehát ahogy mondtad, a művelődési ház aulájában, a felső emeleti kiállító termében, valamint az Ifjúsági Otthon tükörtermében, és utána gondoltunk egy nagyot, polgármesterek támogattak bennünket ebben, hogy menjünk ki a főtérre, és 10 év után akkor már a főtéren mutatkoztunk benn. Fő bázisunk a Kossuth tér volt, de több helyszínen voltunk már jelen, most a Szökőkúttól a Cifrapalotáig terjedő területen leszünk. Azt tudni kell, hogy polgármester úr ugye már 32 éve vezeti a települést, és amióta van ez a kiállítás, 25 éve, már az első fak berendezésénél is ott volt a polgármester úr, támogatta. Hogyan fogadták ezt a kezdeményezést? Polgármesteri egyeztetés zajlott minden alkalommal, és hát egy fölkészítő csoport az tulajdonképpen, akik települési képviselőkkel, illetőleg a kistérségi iroda munkatársaival előkészítik ezeket a rendezvényeket. És hát ki mit tud hozni a saját falubeli, városbeli terményéből, termékéből, kulturális produkciójából, ebből állt össze mindenkor a kínálat. A kezdeti évek, ahogy visszaemlékszem, egy kicsit talán, hogy is mondjam, csak mint a gördülékenyebben folytak, mentek volna. Lehet, hogy ez a kiállítási területnek a függvényétől is változott, mert hogy később nagyobb területet kaptunk, és azokat berendezni, az több munkával járt. Minden esetre az biztos, hogy Kecskemét városa, mint a térség gazdasági és kulturális központja a számunkra is fontos terep ahhoz, hogy magunkat megmutassuk, és azok a gazdálkodók, azok a termelők, azok a kulturális egyesületek, akik bemutatják a terményeiket, termékeiket, táncprodukciót, népdalkórust, azok számára egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy a város lakossága előtt bemutatkozzanak. Kóstolókkal, különleges programokkal, minőségi élelmiszerekkel és kézműves termékekkel készültek a szervezők. Most ezeket a kulcsszavakat én elmondtam, de nézzük meg azért egy kicsit bővebben, hogy mivel is várják a következő napokban a vendégeket. Igen, ez egy nagyon komplex bemutatkozás, hiszen a termék kiállítás akkor élményszerű, hogyha ezeket a terményeket meg is lehet kóstolni, és hál' Istennek ebben nagyon partnerek a településeink, és egy igazi jó magyar vendéglátást biztosítanak a kecskeméti, illetve az ideérkező turisták számára. Minden nap 4 órakor nyílik meg a kiállításunk, és este 8-ig tart, és van egy forgatókönyvünk, hogy 5 órakor mutatkoznak be a települések polgármesterei, mutatják be az adott településüket. Minden nap több település a házigazda, 2, 3, 4, hogy mikor, hogy jelentkeztek ők, és igazából ők akkor tényleg házigazdák, és nagyon nagy szeretettel várják az ideérkezőket, látogatókat, a sok-sok finomsággal. Lesz itt pékáró, hús, füstöltáró, sajtok, különböző pástétomok, de lesz must is, amit itt préselnek majd, akkor természetesen borkóstoló, tehát egyszerűen fantasztikus ízkavalkádban lesz részünk, és bízunk benne, hogy a lakosság előnyben részesíti majd ezeket a termékeket majd a vásárlásuk során az év egyéb napjain is, hiszen itt az a cél, hogy azért ezeket a helyi termékeket megismertessük, és a kiállítók, illetve a vásárlók majd ezeket vásárolják évközben is. Így van, tehát nagyon fontos, hogy a vásárlók támogassák a helyi termelőket. Lehet, hogy említette, de említsük meg még egyszer, hogy hány kiállító, hány település fog bemutatkozni? 16 település mutatkozik be, Tisza Kécskétől egészen Lajos-Mizséig, tehát a Tisza mente is egy különleges területtel, és a homokhátság is egy egész más termékpalettával jelentkezik. És a természetesen Szentkirály is kiállít. Mivel készültek? Mezőgazdasági terményekkel. Dinnyét azt fogunk tudni mutatni, hogy kóstolásra sor kerül-e, ebben nem vagyok biztos. Az idei év az nem kedvez a dinnye hosszú szezonjának, most gyorsan befejeződött a dinnye szezon, de sütőtök, paprika, egyéb termények lesznek, és lesznek kész vagy félkész termékek is, mert hogy az önkormányzat mezőgazdasági területén közfoglalkoztatottjaink dolgoznak, és savanyúság, lekvár, amit ők tesznek el, az asszonyok, azokból is hozunk egy kis bemutatót. És készül a népdalkórusunk is, egy kis kulturális ízelítővel. A tánccsoportunk valamennyi fesztiválon vendég volt eddig, nekik viszont most más programjuk van, úgyhogy őket nélkülöznie kell a kecskeméti érdeklődőknek, de bízom benne, hogy a Szentkirályi standnál még egy kis borkostolót is belevéve tudunk majd kínálni a nézelődőknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek ide a stúdióba, és adtak egy kis ízelítőt ebből a kiállításból. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan várják már, hogy megnyíljon. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen.